Október 8-án egy sajtótájékoztatóra került sor a polgármesteri hivatal épületében. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, aki több évig töltötte be a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöki tisztét, a megyei testületben végzett 5 éves tevékenységéről. Még Újvár Imre polgármester az eltelt önkormányzati ciklusban végzett munkáról adott összegzést. Szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtóképviselőjét és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat. Ezen a sajtótájékoztatón, amelynek témája a tiszafüredi fejlesztések és beruházások aktuális állása. Azt gondolom, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy Tiszafüreden hosszú idő óta nem folyt egyszer ennyi építkezés, mint amely napjainkban jelenleg is a városban folyik. Az új belváros részeként épül az új piaccsarnok, és hamarosan a befejezéséhez közeledik, épül az új egészségügyi rendelője a városnak, elkezdődött a református templom felújításának első üteme, végéhez közeledik a tiszafüredi óvodák és bölcsőde felújítása, elkezdődött a szabadstrandunk komplex fejlesztése, itt két projekt kivitelezése kezdődött el. A 400 milliós topos pályázat keretében elkezdődött a szabadstrand teljes rekonstrukciója, és 100 millió forint turisztikai forrásból, amely a Magyar Turisztikai Ügynökségtől elnyert pályázaton érkezett városunkba, itt pedig épül egy kisebb sportkomplexum, szintén a szabadstrandon, a Marotva kerékpáros pihenőparkba vezető út bal oldalán. Itt egy multifunkciós sportpálya, egy felnőtt fitnesspark és majd két műfős tenisztpálya fog létrejönni. Ezek a beruházások mind a városban lakók életminőségét javítják, a városban lakó tiszafüredi polgárok javát szolgálják, és előkészítés alatt vannak még azok a beruházások, amelyek majd, ha mondhatjuk így, ráteszik a koronát a város újjáépítésére, hiszen a belváros teljes átépítése, az új főtér kialakítása, a zöld város projekt elindítása az még most kezdődik. Ennek az elején tartunk, lezárult egy közbeszerzés, egy eredményes közbeszerzési eljáráson vagyunk túl. Hamarosan aláírjuk a kivitelezővel a szerződést, és elkezdődhet az új főtér építése, és ehhez kapcsolódóan a belváros forgalmi rendjének átalakítása, a belváros forgalmának élhetőbbé és biztonságosabbá tétele. Ezzel a pályázattal azt szeretnénk elérni, hogy a Tiszafüred belvárosában közlekedőknek több parkolóhelye legyen, élhető legyen a belváros, mentesüljön a teherforgalom alól, és a kerékpárosok, a gyalogosok, valamint a gépjárművek biztonságosabban közlekedhessenek. Ezzel párhuzamosan a gyógyfürdő tervezésének előkészítése is folyamatban van. Tehát hosszasan sorolhatnánk azokat a beruházásokat, amelyek most folyamatban vannak megvalósulás alatt, vagy éppen a megvalósulás előtt, és bizony vannak jócskán lezárt pályázataink is, lezárt fejlesztéseink. Ugye energetikai korszerűsítés keretében megújult a Városháza, Kovács Pál Művelődési Központ és a Kuti Élet egészségügyi rendelő, valamint számos sportberuházás fejeződött be, megújult a Lipcsei Vendég sporttelep, a Városi sporttelep, megújult a Benedek Gábor sportcsarnok, de létesült egy kondipark és egy kültéri fitnesspálya is. És ne felejtsük el, hogy a napokban fogják letelepíteni a gimnázium udvarán a Magyar Kosárlabda Szövetségtől elnyert kültéri kosárlabdapályát is. A Tiszafüreden soha nem látott fejlődés tapasztalható, így ígéretes jövő kapujában állunk, és egyre többen gondolják úgy, és egyre többen látják azt, hogy Tiszafüred jó irányba halad, jó úton halad. Sok tiszafüredi köztiszteletben álló ember, díszpolgár állt ki abban a kiadványban a fejlődés és a munkafolytatása mellett, amely az elmúlt 5 év eredményeit foglalta össze, és amelyet minden tiszafüredinek eljutottunk. Sajnálatos módon azonban vannak olyanok is, akik nem örülnek ezeknek a fejlesztéseknek, nem akarják, hogy a tiszafürediek életminősége javuljon, nem akarják, hogy ezek a beruházások sikerüljenek vagy befejeződjenek, ők inkább csak rombolni tudnak, építeni nem, és minden lehetséges beruházásunkat megpróbálják és fejlesztéseinket akadályozni. A tiszafüredi ellenzék az elmúlt években egy beruházás sem szavazott meg. Nem szavazta meg azt a költségvetés sem,
amely a családokat, a fiatalokat és az időseket érintő intézkedéseket, támogató intézkedéseket tartalmazta, és nem szavazta meg azt a költségvetést sem, amely az útfelújítások költségét tartalmazta. És nem eddig, hogy nem támogatja a tiszafüredi ellenzék ezeket a beruházásokat, ahol tudja és ahol próbálja, akadályozni tudja, ha kell, akkor akár feljelentéssel, vagy mindenféle olyan eszközzel, amely megpróbálja lassítani, vagy megakadályozni ezeket a beruházásokat. Ma éppen egy olyan helyen jártunk, amelyről talán azt gondolná az ember, hogy nem válhat kampány témájába, hiszen a gyermekintézményünkre mindenki büszke. 40 éves múlta rendelkező intézményről beszélünk. Nem csak a tiszafüredi gyermekek és fiatalok, és nagyon sok szülő volt ide, hogy hordja a gyermekét, hanem a környékről is egyre többen. És erre az intézményre és magára az intézményben dolgozó munkájára is nagyon büszkék vagyunk. És arra pedig külön büszkék vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy 226 millió forintból megújulhatott. Többek között képviselő úr és a kormány támogatásának köszönhetően ez a 40 éves épület. 1976-76-ban épült az óvoda bölcsőde, nagyon ráfért már a felújítás, több eszköz is még abból az időszakból származik, amikor még ez az intézmény megépült. Energetikai korszerűsítésen esett, tehát teljesen megújult a külső és belső tere, egy új aulával és tornaszobával is bővült, az összes nyilvánzárjóra kiret cserélve, teljes fűtés, korszerűsítésen és energetikai korszerűsítésen ment át az épület, és nagyon sokan várták már ezt a beruházást, a szülők is sokat tettek azért, az ő munkájuk is benne van abban, hogy ez a beruházás már 99%-ban a végéhez közeledik, és sajnos ezt a fejlesztést sem kímélte az ellenzéki csatározás. Megpróbáltak ezt a fejlesztést gátlástalan eszközökkel megakadályozni, azonban ez nem sikerült, és nem is fog sikerülni a többi beruházás kapcsán sem. Ezt nyugodtan elmondhatjuk, hogy Tiszafüreden az összes beruházásunk a törvények és a hatályosok szabályoknak megfelelően kerül kivitelezésre. Az elmúlt 5 évben egyetlen szabálytalansági eljárás sem folyt egyetlen beruházásunkkal kapcsolatban sem, csak hamis vádakat, csak hazug állításokat fogalmaztak meg, amelyeket alátámasztani nem tudnak. Csak hangulatkeltéshez és a lakosság félrevezetéséhez voltak jók. 2014 előtt viszont, amikor az ellenzék jelenlegi polgármester jelöltje jegyző volt, akkor több szabálytalansági eljárás is folyt a város ellen, és volt olyan beruházásunk, olyan projektünk, amelynek kapcsán meg is büntették az önkormányzatot. Ezért is hiteltelen és teljesen minden valóságot nélkülöző az ő szájából az, amikor ilyen hangzik el, hogy ezek a beruházások többségből véreznek, ezt mi határozottan visszautasítjuk. És visszautasítjuk azt is, hogy a gyermekintézmény fejlesztését megpróbálják akadályozni. És itt szeretném átadni képviselőnek is a szót, hiszen ő is már részt vett azon a beruházáson, ahol örömmel tapasztaltuk, hogy mennyire szép és modern lett ez a 40 éves gyermekintézmény. Nagy szeretettel üdvözlöm a tiszafüredi sajtó képviselőit, és örömömre szolgál az, hogy a mai napon két beruházást tekinthettem meg. Az egyik tiszafüredi, a másik pedig Abátszalóki volt. Azért kezdeném az Abátszalókival, mert Abátszalókon átadtunk egy tanúszodát. És hogy kapcsolódik ez Tiszafüredhez? A következő tanúszoda itt a választókerületben, tiszafüredi járásban, Tiszafüreden fog megvalósulni, és bízom benne, hogy az itt élő gyermekek jövőjét ez nagyban fogja befolyásolni, az itt élő felnőttek egészségi állapotát is. Ezt már említettem a polgármester úrnak, a javaslat alapján a következő tanúszoda itt fog Tiszafüreden megvalósulni. A másik beruházás, amit az elejétől fogva figyelemmel kísértem, hiszen megyei topos forrásokból került felújításra az óvoda és a bölcsőde, és emlékszem rá, amikor igazgató asszonnyal és polgármester úrral még csak a terveket néztük, hogy fog 2 évvel ezelőtt majd megújulni, hogy fog megszépülni. Igazából el sem tudtuk képzelni. De el sem tudtuk képzelni azt a fejlődést, ami Tiszafüred keresztül ment az utóbbi 5 évben. Hiszen 2014-ben én polgármester úrral leültem, mint frissen megválasztott polgármester úrral, és elmondta, hogy mit szeretne fejleszteni Tiszafüreden. Én mondtam neki, hogy Ácsi lassabban 5 év alatt nem lehet behozni akár 10-15-20 év lemaradását.
és az idő rám cáfolt, mert sokkal többet hozott be Tiszafüred a lemaradásból, mint amire én akkor számítottam. A turisztikai fejlesztések, az egészségügyi fejlesztések, én amikor mondtam azt, hogy egy városnak, egy településnek új központot kialakítani, ez hosszú évtizedek alatt tud létrejönni. És Tiszafüred ezt megcsinálja. Én tényleg azt látom, hogy új város született. Nem új város, hanem Tiszafüred született újjá. Az a régi város, akit mindannyian kedvelünk, csak megújult formában, a 21. századnak megfelelően. És hát nagyon örömmel szolgált, hogy látom az egészségügyi intézményeket, a főtérnek az alapkövét, az új főtérnek az alapkövén letételén itt voltam, és most megnéztük az óvodát. Az óvoda és a bölcsőde, azt látom, az igazgatónővel és a bölcsődevezetőnővel végigmentünk a csoportszobákon, a tornatermen. Egy olyan óvoda és bölcsőde áll a tiszafüredi gyermekek rendelkezésére, ahol bárhol az országban, de bárhol a világon megállja a helyét. Világos, szép, modern épület. De ez az épület felújítása sem volt zökkenőmentes. Ki kell mondani, hogy volt rendőrségi feljelentés a felújítással kapcsolatban. Én csodálkoztam ezen, hiszen egy ilyen felújításnak, ami a gyermekek, a szülők érdekét szolgálja, mindenkinek közös célja kell, hogy legyen. De Lukács László György országgyűlési képviselő a felújítás közben tett egy feljelentést, egy rendőrségi feljelentést, és ezt ki kell mondani azért, hogy meg tudja akadályozni ezt a felújítást, vagy legalábbis el tudja érni, hogy minél tovább csúszson ez a felújítás. Volt egy, sokan emlékeznek rá, volt egy tartály kiemelése a bölcsőde udvarán, amire feljelentést tett, hogy környezetkárosítás. A környezetvédelmisek megnézték, katasztrófavédelem megnézte, megvizsgálta, és kiderült, hogy semmi probléma nem történt, minden szabályosan történt, de a feljelentéssel megfurcolták az építési vállalkozót, az oldalvezető asszonyt kihallgatták, és szörnyű dolog ez, de a legszörnyűbb az, hogy talált hozzá partnereket Tiszafüreden, akik annak örülnek, hogyha akadályozhatnak valamit, nem építenek, hanem rombolnak. És ezek az emberek azok, akik két szalmaszálat nem tettek itt össze Tiszafüreden, akik nem jöttek elő ötletekkel, hogy mi lenne szebb, mi lenne jobb, hanem mindenbe kötöttek bele. És persze az a legegyszerűbb nem építkezni, nem fejleszteni a várost, hanem hogyha valaki építkezik, fejleszt, a munkájába belekötni. Én csodálkozom azon, hogy Tiszafüreden még mindig vannak olyanok, akik úgy érzik jól magukat, hogy Tiszafüred lemarad, nem fejlődik, és igazából a langyos vízbe vagy a dagonyába tudnak ülni. És azt látom, hogy Tiszafürednek a józan többsége úgy döntött, hogy fejlődni, előrelépni szeretne, és amit elmondott polgármester úr a következő ciklusra fejlesztési terveivel, most már óvatosabban fogalmazok, mert 5 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy óvatosan nem lehet egyszerre ennyi mindent megcsinálni, de most már én vagyok óvatos, mert azok a tervek, amik már készen vannak, ami előkészítés alatt, a strandfürdő fejlesztése, most megy a tervezése. Ha a strandfürdő is meg fog épülni Tiszafüreden, akkor nem, hogy a Tiszatő fővárosa, a turisztikai fővárosa lesz Tiszafüred, hanem egész Kelet-Magyarországon Hajdúszoboszlóval, Tokajhegyaljával fog versenyezni, és Egerrel fog versenyezni a turistákért, és nem csak a turisták lesznek elégedettek ezen a településen, hanem főleg azok, akik itt élnek, akik tiszafüredi lakosok. Emelkedni fognak az ingatlan árak, ami jó a tiszafüredieknek, hiszen többet ér az ingatlanok. Egyre több ember szeretne ide költözni, és azt gondolom, hogy Tiszafüred el fogja érni azt, amit én talán 25-30 évvel ezelőtt láttam. És én még megéltem azt, amikor Tiszafüred a régió vezető települése volt. Annyi fejlesztés volt, annyi újdonság, hogy mindenki Tiszafüreddel példálózott. És most ezt az időt elértük. Most is Tiszafüredre büszkék, Tiszafüredre példálóznak. Például volt egy Facebook bejegyzés,
ezt nem tudom, a polgármesternek mondtam el, a Lukács László György édesanyja, aki jobbikos színekbe indul Karcagon, azt mondta, hogy Tiszafüred a legélhetőbb Karcagnál, és Kisúcán is minden jó, Tiszafüreden a legélhetőbbek a életkörülmények. Én, mint karcagi, ezzel annyira nem értek egyet, de hogyha ő így látja, akkor nagyon sokan látják azt, hogy Tiszafüred újból példát mutat, Tiszafüred újból az élre állt. Én gratulálok polgármester úrnak, de elsősorban gratulálok minden tiszafürediének, aki munkájával, elképzelésével, tetteivel hozzájárult ahhoz, hogy Tiszafüred megújuljon, és Tiszafüred újból a régió vezető települése legyen. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Még annyit el szeretnék mondani, hogy mi megdöbbenéssel és egyben mély felháborodással vettük tudomásul, és jutott a tudomásunkra az, hogy Lukács László György országgyűlési képviselőként nem hogy segíteni egy város egy település fejlődését, hanem inkább rendőrségi feljelentésekkel messziről, sunyi, alattomos módon akadályozza a beruházásokat. Egy országgyűlési képviselőnek az a feladata, hogy segítse a települések munkáját, hogy a fejlesztésekben közreműködjön, és amíg Kovács Sándor képviselő úr ebben lehet számítani, addig Lukács László György képviselőről elmondhatjuk, aki csúfosan leszerepelt az országgyűlési és az Európa Parlamenti választáson is, addigról elmondhatjuk, hogy a választás óta egyszer sem láttuk Tiszafüreden, egyetlen rendezvényünkre nem jött el, egyszer sem keresett meg mondjuk engem, mint polgármestert azzal, hogy miben tudna segíteni a településnek, hanem ő csak akkor jön el Tiszafüredre, amikor neki a tiszafürediek szavazatára szükség van, vagy akkor jelentkezik, amikor a városunkat vagy a beruházásainkat le kell járatni, és ebben jó személyekre, jó partnerekre is talált a bukott jegyzős Pisár György, vagy a szintén a választásra leszerepelt jobbikos Rimó Civil személyében. Mi azt tudjuk elmondani, hogy mi elkötelezettek vagyunk Tiszafüred fejlődésért, Tiszafüred fejlesztéséért, és mi ezeket a beruházásokat a törvényesség messze menő betartásával, a szabályok messze menő betartásával be fogjuk fejezni, a kivitelezések megvalósulnak, és nem fogjuk hagyni, hogy bárki az eddig elért eredményeinket veszélyeztesse. Ezért nagyon fontos az, hogy a vasárnapi önkormányzati választáson olyan képviselőket és olyan polgármestereket támogassanak, akik Tiszafüred fejlesztésért, Tiszafüred város fejlődésért, a települések fejlődésért dolgoznak, és nem pedig azért, hogy a településeket és itt Tiszafüredet is csatatérré változtassák.